Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy Valentin napi kedvezményes jóslás. Ebben a kedvezményben van egy szerelmi kirakás és asztrológia, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját az indiai számítás szerint. Ez a felvétel egy személyes jóslás tündér számára. Kedves tündér, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon vannak a te kártyáid, és a jobb oldalon vannak az ő kártyái. Az, ami most itt középen látható, mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első képen látható ez a csillagkép, ami szerencsét hoz. Ez persze eltarthat nyárig, de lesz szerencséd. A csillagkép mutatja az időt is, a megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Tehát légy kicsit türelmes. Persze utalhat spirituális dolgokra is. A középső képen látható a nap. Ez mutatja a te életerődet, energiádat, kisugárzásodat, de azt is, hogy itt valami látható lesz. És kiderül az igazság. Erre utal a lilium is, mert a lilium jelenti az ártatlanságot, azt is, hogy itt rendeződnek a dolgok, mert van egy ilyen tisztító hatása. A Lenormand kártyánál a lilium jelenthet egy intim kapcsolatot is, és ez így kialakul nyár folyamáig. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Ott jobb oldalon a szélső képen látható ez a torony. Ezek lehetnek hivatalos dolgok vagy bírósági ügyek. De ott van a hamisság is mellette, erre utal ez a ravasz róka. Ez a torony jelentheti a félelmeit is, amikor fogva érzi magát, és ez nem jó, erre utal megint ez a ravasz róka. Szerencsére ez a kasza elvágja ezt, és lesz egy új kezdet. Ő lezárja ezeket az eseményeket, vagy átteszi magát a félelmein. Itt lesz változás. Most megtekintjük azt, miről kellene elgondolkoznod, mert ez, ami történik nálad a közeljövőben. Ott felül bal oldalon látható a kulcs. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, ez utal magabiztonságra. Azon kívül jelent még valamit. Ezzel a kulccsal le lehet zárni egy ajtót, és jelent zárkozottságot, viszont ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót, jelent nyitottságot. Ez azt közli veled attól függően, hogy ő hogy viszonyul hozzád, légy diplomatikus. Lesznek pillanatok, amikor kimutathatod az érzelmeidet, de légy néha visszahúzódó. Azon kívül jelent még valamit, a nyitottságot, talán egy új kapcsolatra tavasztól. Erre utal ez a virágcsokor, mert szimbolizálja a tavaszt, különösen május hónapot. De ez a virágcsokor jelent még mást is, egy kellemes meglepetést, egy meghívást, egy ajándékot, de a te szépségedet is, a nőiességedet, a jó ízlésedet és a kreatív munkád. A virágcsokor mellett ott van a szív, és az azt jelenti, hogy szerencséd lesz a párkapcsolat területén. Én úgy mondanám, ő visszatér hozzád, de
de meg fogsz még valakivel ismerkedni. Most megtekintjük azt, hogy miről kellene neki elgondolkoznia, mert ez következik be nála a közeljövőben. Jobb oldalon fent ez a hegy utal problémákra. Mellette ott van az az ostor, valaki ostorozza őt, ez fáj. Alatta a hamisság, ez a ravasz róka. Neki vannak problémái, nehézségei, viták, veszekedések, azon kívül a háttérben, ahogy a róka mutatja, ezek a hamisságok, vagy valaki becsapta őt, vagy hazudozik neki, kihasználják őt. Ezt fogva tartja, erre utal a torony. Persze, mint mondtam, ez a torony lehet egy hivatalos ügy is, vagy egy bírósági ügy. A harmadik kép ott fent, ez a levél, egyrészt azt jelenti, hogy te kapsz tőle egy hírt, másrészt lehet ez egy dokument, egy ilyen hivatalos ügy, ami számára nagyon kellemetlen. Most megnézzük a te titkaidat, vagy azt, amire nem figyelsz oda, vagy azt, amit titokban kellene tartani, vagy azt, ami későbbiekben fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát szintén egy nagy titok, a te titkaid. Ez a kereszt ott lent bal oldalon utalhat vallási témákra, vagy egy spirituális területre is. De ez a kereszt jelent még valamit. A sors utatok kereszteződött. Tehát itt van egy ilyen égi hatalom is. Azt is jelenti, hogy a későbbiekben ott vagytok ennél a kereszteződésnél, és döntéseket hoztok. Felteszitek a kérdést, hogyan tovább, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Tehát erre is számíthatsz. Amennyiben spirituális dolgokról van szó, a könyv is látható, tehát nálad megvan ez a tudás, és ezzel pénzt tudnál keresni, mert a halak a pénzt szimbolizálják. A halaknak van más jelentése is, utal belső értékekre, és egy ilyen lelki kapcsolatra mély érzelmekkel. És a könyv utal tanulásra, a te tudásodra, és a zárkózottságra légy titokzatos. Most megtekintjük az ő titkait, vagy azt, amire nem figyel oda, vagy azt, amit titokban tart, vagy azt, ami később fog bekövetkezni, és még nem látható, tehát egy nagy titok. Az ő titkai. Ez a nagy medve ott lent, jobb oldalon mutatja az ő erejét, bátorságát. Azt is jelentheti, hogy te adsz erőt neki, benne vagy a gondolataiban, de ezt nem mondja ki, mert ez egy titok. A medve mellett ott van az a hajó. Az jelenthet külföldi kapcsolatokat, de jelenti a belső utat is. Egy közös életutat. Azon kívül szimbolizálja a reményt. Ő reménykedik abban, hogy visszatérsz, adsz neki erőt, és a harmadik képen ő látható, tehát ő áll a középpontban, és ő elvárja tőled azt, hogy te felnézz rá, bámult őt, ő legyen a középpontban. De erről nem beszél. Ő hallgat. De ez a hajó azt jelenti, hogy erről álmodozik, ez a vágya, és reménykedik, hogy te visszatérsz hozzá. Most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. A gólyák ott fent utalnak változásokra. Itt lesz egy nagy változás kettőtök között. A gólyák gyakran költözést jelentenek.
Az is lehet, hogy ti összeköltöztök. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a ti éneteket, a ti fellépéseteket. Ha az életet úgy tekinted, mint egy színdarab, akkor a nap mutatja számodra, te játszod itt a főszerepet. A te napod az indiai számítás szerint a mérleg jegyében van. A mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Ez kiad a szépségre, a művészet területére, minden olyan kellemes. Ezzel előnyöd van különösen, mert hölgyeknél mutatja a nőiességet is. Az egyetlen hátrány az lehet, hogy nehezen hozol döntéseket, mert mindig mérlegelsz mindent. Az ő napja az a kos jegyében van. A kos jegye felett Mars bolygó uralkodik. Ez jelenti az ő bátorságát és a férfiasságát is. Nálad megvan a mérleg jegyénél a nőiesség, és nála a kos jegyében megvan a férfiasság. Ő bátor, de gyakran elsieti a dolgokat, vagy döntéseket hoz, amit nem gondolt át. Ez jelenthet türelmetlenséget nála. A két jegy, a kos jegye és a mérleg jegye szemben áll. Itt tükröződik valami. Ő tanít téged, te tanítod őt, de középen kell találkozni. Mert ez nem csak a tükröt jelképezi, hanem olyan, mint egy mérleg, és itt fontos az egyensúly. Itt van egy arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. És most áttérek a hold energiájára. A hold szimbolizálja az érzelmeket. A te horoszkópodban a hold a kos jegyében van, ugyanott, ahol nála a nap található. Tehát így van nálatok egy ilyen kapcsolat. Te egy teli hold napon születtél. Az indiai asztrológusok azt mondják, ha valaki egy teli hold napon született, szerencséje van az élet úton, mert a teli hold megvilágítja a sors útját. Ő röviddel egy új hold előtt született, egy csökkenő hold fázisban. Az ő holdja az a halak jegyében van. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, itt mély érzelmekről van szó, de ebben a csillagképen két hal van, két irány. Az egyik a bizalom és a szeretet, a másik pedig mutatja a félelmeket, a bizonytalanságukat, és ez nála néha érezhető. Kettőtök holdja jó kapcsolatban áll, mert a kos jegye és a halak jegye egymás mellett van. És ez úgy hat rátok, mint egy jó szomszédság. Megvan a közelség, és megvan a bizalom is. Most áttérek Vénusz bolygó energiájára. Vénusz bolygó szimbolizálja a szépséget, a művészeteket, a harmóniát. Nálunk hölgyeknél a horoszkópban utal a nőiességre, és arra is, hogyan éljük át a párkapcsolatot. A férfiaknál utal jó ízlésre vagy művészetekre, de arra is, hogy mit várnak el a lelkitárs nőjüktől. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a szűz jegyében van. A szűz jegye, mivel a föld eleméhez tartozik, kedveli a reális dolgokat. Amit te elképzelsz, azt szeretnéd megvalósítani. A szűz jegyénél van gyógyító hatás is, gyakran ez kihat a párkapcsolatba,
mert jót teszel neki. És amit még a szűz jegye jelent, az a tisztaság, a tiszta érzések is. Ő megbízik benned. Az egyetlen hátrány, ami előfordulhat a szűz jegyénél, ha túl kritikus vagy vele szemben, vagy túl kritikus vagy magaddal szemben, és úgy érzed, te nem érdemelted meg ezt a férfit, vagy ezt a szerelmet. A te Vénusz bolygód a hasta holtházban van. E felett, a holtház felett Vindemiatrix csillag uralkodik, a bor istennője, és utal ünnepségekre, nevetésre, jókedvre, életörömre. És ezzel az életörömmel javul a helyzet a párkapcsolat területén, mert Vénusz bolygó található itt, és az szimbolizálja a szerelmet. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó a kos jegyében van. A kos jegye az a tűz eleméhez tartozik, ő elvárja a testi kapcsolatot. A szűz jegye néha visszahúzódó. És itt kettőtök között van különbség, de ez érdekes lehet. Te tanulsz tőle valamit, ő tanul tőled valamit, és így megvan az egyhang kettőtök között. Itt is van az arany szabály, ne túl sokat, ne túl keveset. És most megtekintjük a Mars bolygó állását. Mars bolygó jelenti az erőt és a bátorságot. Erre nekünk, hölgyeknek is szükségünk van, mert kell, hogy védjük magunkat, kell, hogy bebizonyítsuk magunkat az életben. A mi horoszkópunkban, tehát nálunk nőknél a Mars bolygó jelenti a lelki társunkat is. A férfiaknál utal erőre, bátorságra és a férfiasságra. A te horoszkópodban Mars bolygó a nyilas jegyében van, ez a tűz eleméhez tartozik. Azt is jelenti, hogy ha te valamit tervezel, akkor úgy bátor vagy, és előre mennek az események. De ügyelj arra, hogy legyenek konkrét céljaid, és ezt ne add fel. A nyilas jegyénél gyakran mozgásról van szó, ez lehet sport, vagy utazás, külföldi kapcsolatok. De ez az út lehet egy belső út is, és utal spirituális dolgokra. Az ő horoszkópjában Mars bolygó az oroszlán jegyében van. És az azt jelenti, hogy ő, mint férfi, a középpontban áll, és kell számára az elismerés. Az oroszlán jegye szintén a tűz elemében van, ugyanúgy, mint a nyilas jegye, megvan köztetek ez a harmónia. Kedves tündér, így tudtam a Valentin napi jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderra. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!